Járvány nincs, de valóban kezeltek 5 kanyarós beteget a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórházban, közölte közleményében az intézmény. Nagyszabású beruházások, mintegy 1,7 milliárd forintot fordít fejlesztésekre a TOP program nyertes pályázatai segítségével a Fehérgyarmati Önkormányzat. Felújítási munkálatok, 23 millió forintból korszerűsítik az erdei tornapályát, Nyíregyháza egyik kedvelt pihenőhelyét. Közleményt adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórháza lakosságot napok óta foglalkoztató kanyarós megbetegedésekkel kapcsolatban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ebben az áll, hogy valóban kezeltek 5 kanyarós gyereket a Nyíregyházi Józsa András oktatókórházban, de már gyógyultan hazamehettek. Valamennyien román-magyar kettős állampolgárok, akik jelenleg Magyarországon tartózkodnak. A térségben nincs járvány, hangsúlyozza a kórház. Július 29-én szombaton 4 gyermeket vittek be szüleik a Józsa András oktatókórház gyermekosztályának sürgősségi részlegére. A gyermekek típusos kanyarós megbetegedés tüneteit produkálták. Július 30-án vasárnap hasonló tünetekkel érkezett még egy gyermek. A betegek és szüleik román-magyar kettős állampolgárok, akik Koront községből származnak, jelenleg Magyarországon tartózkodnak. A betegek életkorukat tekintve 9 hónapos és 6 éves kor közöttiek voltak. Védőoltást nem kaptak, mivel Romániában a kanyaró elleni vakcina nem tartozik a kötelező védőoltások közé. A gyermekek ellátása elkülönítetten a gyermekosztály fertőző részlegén a szakmai és a higiéniai protokollok szigorú betartása mellett történt, a részlegre vonatkozó látogatási tilalom mellett. Ápolásokat olyan személyzet végezte, akik kaptak kanyaró elleni védőoltást. A gyermekek már elhagyták a kórházat a kezelésnek köszönhetően. Az epidemiológiai szakemberek a betegek családjának magyarországi tartózkodási helyén a szükséges intézkedéseket megtették, a védőoltásokat beadták mind a betegeknek, mind a családtagoknak. Jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház egyetlen egy tagkórházában sem kezelnek kanyaró tüneteivel beteget, áll a közleményben. Mintegy 1,7 milliárd forintot fordít fejlesztésekre a terület és település fejlesztési operatív program nyertes pályázatai segítségével a Fehérgyarmati Önkormányzat. A szatmári kisvárosban felújítják a központi orvosi rendelőt, barnamezős beruházást indítanak, kerékpárút épül, ha a város belterületi szakaszán fejlesztik a csapadékvíz elvezetési rendszert és új piacot alakítanak ki. Ezen az önkormányzati telephelyen kezdődik majd el az a barnamezős beruházás, amelynek során épületeket alakítanak ki a helyi vállalkozások számára. A 131 millió forint értékű beruházás során teljesen meg fog újulni a jelenleg leromlott állapotú telephely. Hasonló fontos fejlesztés lesz a meglévő városi piac átalakítása is. A projekt keretében egy 1788 négyzetméter nettó alapterületű csarnok épül meg. A helyi termelőknek ezzel a jelenleginél kulturáltabb körülményeket biztosítanak az árusításhoz, és a vásárlók számára is kényelmesebb lesz a vásárlás. Ezzel a két fejlesztéssel együtt egyébként már 5 nyertes pályázata van a városnak. Fehérgyarmat város 5 topos pályázatban szerepelt eddig sikeresen. Nagy öröm ez számunkra, hiszen közel 1,7 milliárd forintos támogatást jelent ez a város számára. Mind olyan fejlesztést nyertünk el, amely meghatározó, én úgy gondolom, a város élete szempontjából. A legnagyobb öröm számunkra az, hogy a piaccsarnok építésére 500 millió forint támogatást nyert el önkormányzatunk. Ez egy régi vágya volt a városnak, hogy normális körülmények között, időjárási viszonyoktól függetlenül lehessen vásárolni a lakóknak. Egy másik pályázat révén 43 millió forintból megújul a Fehérgyarmati Központi Orvosi Ügyelet és a Kölcsei Telephely épülete, valamint új ügyeleti autót és orvosi berendezéseket is vásárolnak. A másik nagyértékű pályázaton kerékpárutat építenek meg, amelynek segítségével Nagyartól Cégénydányádig lehet kerékpározni a városon keresztül.
tulajdonképpen a Fehérgyarmat Kisar és a Cégindányád irányába tartó külterületi kerékpárutakat kötni össze, vagy fogja összekötni belterületen. Tehát tulajdonképpen a városon keresztül vezetne ez a kerékpárút, ez is egy 500 millió forintos támogatást elnyert projekt. Nem lesz könnyű kivitelezni, hiszen azt tudni kell Fehérgyarmatról, hogy jelenleg parkolási gondokkal küzdünk, tehát nagyon nehéz lesz azt a nyomvonalat megtalálni, amely mindenki elégedettségére fog szolgálni. 400 millió forintból a Gábor Áron, Honvéd, Hunyadi, Bartók, Dózsa, Dózsa köz, Deák Ferenc, Béke, Hatház és Tolnai utcák által érintett városrész csapadékvíz elvezető rendszereit is felújítják. 23 millió forintból megújul és korszerűsödik az erdei tornapálya. Nyíregyháza egyik kedvelt pihenőhelyén az időjárási körülmények és a nagyfokú látogatottság miatt is időszerű a felújítás. A tervek szerint augusztus végére befejeződnek a munkálatok. Már elkezdődött a felújítás az erdei tornapályán. Hétfő reggel az új szalonna sütő munkálatait fejezték be. A terület évtizedek óta a helyiek kedvelt pihenőterülete, azonban legutóbb 2005-ben újították fel. Az időjárási körülmények és a nagyfokú látogatottság is meglátszott már a játékokon és a körszínpadnál egyaránt. Vannak olyan elemek, amik a használat során azt a döntést igényelték, hogy egy picit javítsunk, egy picit változtassunk rajta. Hát itt többek között a játszótéren, kezdve a játszótérrel megszüntetjük a csúszdadombot, ami a gyerekek számára kedvelt volt, de igazából a fenntartása nagyon nehezen volt megoldható. Igazából azt lehet mondani, hogy biztonságosan nem volt megoldható. Ehelyett egy új játszóvárat fogunk kialakítani. Megnyugtathatok minden gyermeket, hogy inkább többet fognak kapni ezzel, mint amennyit elveszítenek a csúszdadombbal. Több eszközt lefestenek, helyreállítanak majd a játszótér területén, illetve ütéscsillapító homokot helyeznek el. De növelik a vízvételi pontok számát is, és fejlesztik az elektromos rendszert is a színpad körül. Az elmúlt évek alatt számtalan rendezvénynek adott otthont a tornapálya. Ezekre a változásokra főleg ezért is van szükség. A körszínpad körüli tetőszerkezetet is meg kell javítani, ugyanis többször beázott az elmúlt időszakban, valamint a mellette lévő kondipark is megszépül még idén-nyáron. Ezekre összesen 23 millió forintot fordít a Nyírerdő. A megújult erdei tornapályát bárki igénybe veheti. Az erdei tornapálya ugye állami erdőterületen van, így a tulajdonosa a Nyírerdő ZRT, viszont a várossal egy olyan megállapodást kötöttünk még a korábbi években, hogy a fenntartását ők intézik, kezelik. Éppen ezért a szalonnasütők foglalása, a színpad foglalása, a körszínnek a lefoglalása a NYIR VVKFT-n keresztül történhet. Ennek a részletes szabályai itt a tornapályán is megtalálhatók. A beruházás várhatóan augusztus végére elkészül. A következő hetekben részleges lezárásokra kell számítani majd az erdei tornapálya területén, ezért a Nyírerdő a lakosok türelmét és megértését kéri. Közösségi szolgálatos diákok segítik a rendőrség munkáját a nyári hónapokban. A Tourist Police akcióban a tanulók főleg a belvárosban és a kedvelt turista helyeken osztanak szórólapokat, valamint tanácsokat adnak a nyári veszélyek megelőzésére a hazai és külföldi látogatóknak egyaránt. A kezdeményezés idén 5. éve működik Nyíregyházán. A reggeli eligazítás után a diákok elkezdik a munkát, naponta 3 órát töltenek közösségi szolgálatosként. Nyíregyházán főleg a belvárosban és a turisták által kedvelt helyeken dolgoznak. Feladataik közé tartoznak például az útbaigazítás és a figyelemfelhívás is. Szórólapokat, térképet osztanak a turisták számára, amelyeken többek között értékeik megőrzéséhez adnak tanácsokat a rendőrségtől. Azért is segítség a diákok munkája, mert sokan beszélnek idegen nyelven, így a külföldről érkező turistánkkal is tudnak kommunikálni. A tanulók a Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményeiből érkeznek a rendőrséghez. Igazából egy osztálytársammal jelentkeztünk a rendőrséghez, mert hát úgy hallotta nagyon jó, és bementünk beszélni ott egy kapitánnyal, és hát azt hiszem ebben a beosztásban volt, és ő mondta azt, hogy akkor jöhetnénk Sószóra vagy Kossuth térre, és mondta, hogy Sószót ajánlaná, és akkor így ide kerültünk. Az akciót idén már 5. alkalommal szervezték a diákok számára, akik a bűnmegelőzési osztály szakembereivel együtt dolgoznak. Van, aki azért választotta a rendőrséget, mert rendészeti szakközépiskolába jár. Élvezem, amit hát tanulok, mert persze rendőrnek tanulok, és annak készülök, és hát ezért
is. A rendőrség a Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményeibe évközben is ellátogat, a diákok olyankor is tájékozódhatnak a turisztpoliszról. A tanulóknak kötelező az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése, enélkül nem érettségizhetnek. Ennek célja, hogy anyagi érdektől függetlenül a közösségjavát szolgáló feladatot lássanak el a középiskolások. Tanítási napokon 3 óra, tanítási napokon kívülieken pedig 5 óra lehet a közösségi szolgálat maximális ideje. Ennek pedagógiai oka van, ugyanis vizsgálatok szerint így hatékonyabb a munkavégzés, mintha tömbösítve pár nap alatt teljesítenék a közösségi szolgálatot. Baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán a Tüzér utcán. Egy haszonjármű személyautó elé kanyarodott, így ütköztek össze. A vétlen jármű utasa sérült meg, őt a mentők kórházba szállították. Az anyagi kár milliós nagyságrendű, a rendőrség eljárást indított a balesetet okozó sofőr ellen. A Nyíregyházi Állatpark trópusi házából nyíló makierdő az egyik legnépszerűbb bemutató, ahol ritka majott makik között sétálhatnak a vendégek. A látványosságról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Jól szerepeltek a nyíregyházi tekések a Szabolcsi megyeszékhelyen a hétvégén megrendezett Kárpát-kupán. A férfi és női kategória egyaránt kiélezett küzdelmeket hozott. Végül a nyíregyházi TK szervezésében lebonyolított versenyen a férfiaknál egyéniben hazai siker született. Megfiatalított kerettel készül az NB1-es bajnokságra a nyírbátori asztali teniszcsapat. A munkát vendégedzők is segítik, augusztus 14-én pedig nemzetközi edzőtábor kezdődik Nyírbátorban. A Nyíregyházi Állatpark trópusi házából nyíló makierdő az egyik legnépszerűbb bemutató, ahol ritka majott makik között sétálhatnak a vendégek. Az országban csak itt látható tenyészcsapat igen eredményes, hiszen idén már 2 apróság is született. A kölykökkel együtt már 6 tagot számlál a különleges maki család. A Nyíregyházi Állatpark talán legnagyobb varázsa, hogy egy tölgyerdőben, természetközeli kifutókban mutatja be földünk állatvilágát. A különleges programok mellett, mint a fókasó vagy a papagáj bemutató, a legnagyobb érdeklődést a makierdő övezi, ahol a bátrabb vendégek félmajmok között sétálhatnak. A Tarzan ösvényének makierdejében a Madagaszkár című animációs filmből ismert gyűrűs farkú makikat lehet testközelből megfigyelni. A park trópusi házából nyíló majomerdőben pedig a főemlős rajongók egy másik fajjal is megismerkedhetnek, a barna bundájú majott makikkal. Ebben az állatbemutatóban idén már 2 apróság is született, a legfiatalabb még nagyon parányi, mindössze néhány hetes. A majott maki csapat legújabb apróságja jelenleg anyja hasán kapaszkodik, de hamarosan anyja hátán vagy a csapattag többi tagján fog majd lovagolni. Féltve vigyázzák minden egyes pillanatát a legújabb jövevénynek, aki jelenleg anyatejjel táplálkozik még, de hamarosan zöldség és gyümölcsféleket is fog fogyasztani. A sárga szakállas makik igazi légtornászok, ügyesen mozognak a fák ágain, nem ijednek meg attól, hogy hatalmas ugrásokkal közlekedjenek egyik fáról a másikra. Főként gyümölcsökkel táplálkoznak, de alkalmanként virágokat, nektárt, leveleket vagy magvakat is fogyasztanak. A Nyíregyházi Állatpark trópusi házából nyíló állatbemutató különlegessége még, hogy a makik hatalmas szárazföldi hüllőkkel, sarkantyús teknősökkel élnek közös kifutóban. És az erdőből átláthatunk a világ legnagyobb szárazföldi emlőseire is, az afrikai elefántokra. Jól szerepeltek a nyíregyházi tekések a Szabolcsi megyeszékhelyen a hétvégén megrendezett Kárpát-kupán. A férfi és női kategória egyaránt kiélezett küzdelmeket hozott. Végül a nyíregyházi TK szervezésében lebonyolított versenyen a férfiaknál egyéniben hazai siker született. 16. alkalommal rendezték meg a Kárpát-kupa tekeversenyt, amely már csak a nevében hordozza a Kárpát elnevezést, hiszen igencsak megfogyatkozott a résztvevő csapatok száma. Korábban még a romániai Marosvásárhely és a vajdasági Magyar Kanizsa csapata is bekapcsolódtak a küzdelmekbe, azonban mára a nyíregyháziak mellett csupán a felvidéki nagysárosiak maradtak. Idén a Nyíregyházi Városi Stadion tekepályáján gurítottak az ellenfelek.
A versenyt azzal szerették volna különlegesíteni a szervezők, hogy ezúttal női kategóriát is indítottak, amelyben az amatőr bajnokságban szereplő nyíregyháziak a szlovák extraligás felkisáris női csapatával mérték össze tudásukat. A hazai hölgyek nem vallottak szégyent, s bár mind a csapat, mind pedig az egyéni versenyben a nagysárosiak diadalmaskodtak, egyéniben azért Bújdosó Marianna személyében nyíregyházi játékos állhatott a dobogó harmadik fokára. A férfiaknál erős mezőny állt össze, amit az is jól mutat, hogy párfa különbség döntött a végső sorrendről. A csapatoknál a Velkisár is végzett az élen, míg egyéniben a nyíregyi tekések örülhettek, hiszen Magyarorsi Péter az első, Kastura Zsolt pedig a harmadik helyet szerezte meg. Igazándiból egy olyan 30-40 fán belül volt 10-15 játékos, tehát ez egy nagyon szoros verseny volt. Én megmondom őszintén, nagyon bíztam benne, amikor én az első sorba gulítottam, én nagyon bíztam benne, hogy sikerülni fog talán az első három helyezésből valamelyiket megcsípni, és igazándiból az idő elteltével ugye még melegebb lett a csarnokba, és igazándiból ez talán egy kicsit nekem hajtotta a vizet, úgymond. A nyíregyháziak dolgát nehezítette, hogy két meghatározó játékosuk is hiányzott a keretből, Szegő Levente mellett nem guríthatott a még mindig sérült Szlovenszky Tibor sem. Ennek ellenére a többiek versenyen mutatott teljesítménye már most, a felkészülés kezdetén bizakodásra adhat okot a következő szezonra nézve. Egyéniben azonban a Magyarorsi Péter 583 fája mindenképpen egy kellemes eredménynek bizonyul már így a felkészülés legelejéhez viszonyítva, míg mellette a Kastura Zsolt 570 fája, ami a harmadik helyhez volt elegendő, ez mindenképpen biztató a jövőre nézve, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a felkészülés legelején már egyes játékosok egész jó eredményeket tudtak produkálni, úgyhogy mindenképpen úgy érezzük, hogy időbe sikerült elkezdeni az edzéseket. Néhány játékosunknak azonban még több mint 3 hét felkészülés van hátra. A felkészülés pedig nem csak edzésekkel telik majd. Augusztus 20-án a nyíregyházi tekések a korábbi évekhez hasonlóan részt vesznek a szlovákiai Saris kupán is. A bajnokság sorsolása még készül, az viszont biztos, hogy a szezon szeptember elején rajtol. Megfiatalított kerettel készül az NB1-es bajnokságra a nyírbátori asztali tenisz csapat. A munkát vendégedzők is segítik, augusztus 14-én pedig nemzetközi edzőtábor kezdődik Nyírbátorban. Ahogyan az már megszokott, nyáron is nagy üzem van a nyírbátori asztali tenisz edzőközpontban. Az NB1-ben legutóbb 7. helyen végző együttes egy 15, egy 16, egy 18 éves fiatallal, valamint a rutint képviselő Bánhidi Emillel vág majd neki a bajnokságnak, ahol a középmezőny első felét célozza meg a csapat. A játékosok csak keveset hagytak ki, a felkészülés kezdete óta pedig napi több órát töltenek a teremben. 2 hét volt az, amit teljes pihenéssel töltöttek a gyerekek, akkor be se lehetett jönni a terembe, direkt szerettünk volna egy labdaéjséget náluk elérni, ami többé-kevésbé sikerült, és úgy érzem. Egyébként napi 2 edzéssel megyünk délelőtt, 2,5 óra délután, 2,5 óra, és ebbe benne tartozik a kondíciótréning, az elméleti képzés és a szakmai képzés is. A szakmai munka színesítése miatt a nyári időszakban vendégedzők is foglalkoznak a nyírbátori fiatalokkal. Nagyon jól érzem itt ennél a csapatnál magam. Idén már másodszor lettem meghívva. Heti 5 edzés, napi délelőtt délután 2 órában végezzük el, és próbálunk a gyerekeket minél több gyakorlatot megmutatni nekik, és elsajátítsák ezt a pingpongot. 2 játékos hiányzott a teremből, Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid a portugáliai Európa-bajnokság utáni pihenőjét töltötte. Vérmestreményeink nem voltak, hogy komoly eredményeket fognak produkálni, inkább a rutinszerzés volt a cél, hiszen ők még a következő korosztályban is, és a következő években is még ebbe a korcsoportba fognak versenyezni, és most azért volt szükség az ő részvételükre, hogy jövőre már lényegesen nagyobb rutinnal felvérkezve juthassanak el egy Európa-bajnokságra, és minden reményünk megvan arra, hogy jövő évben is legalább 2 fogják képviselni a Nyírbátor utánpótlás edzésközpontot. Nyírbátorban augusztus 14-én nemzetközi edzőtábor kezdődik, ahova a megyebeli versenyzők mellett a határon túlról is érkeznek edzők és játékosok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Közleményt adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórháza lakosságot napok óta foglalkoztató kanyarós megbetegedésekkel kapcsolatban. Ebben az áll, hogy valóban kezeltek 5 kanyarós gyereket a Nyíregyházi Józsa András oktató kórházban, de már gyógyultan hazamehettek. Valamennyien román-magyar kettős állampolgárok voltak, akik jelenleg Magyarországon tartózkodnak. A térségben nincs járvány, hangsúlyozza az intézmény. Mintegy 1,7 milliárd forintot fordít fejlesztésekre a terület és település fejlesztési operatív program nyertes pályázatai segítségével a Fehérgyarmati önkormányzat. A szatmári kisvárosban felújítják a központi orvosi rendelőt, barnamezős beruházást indítanak, kerékpárút épül a város belterületi szakaszán, fejlesztik a csapadékvíz elvezetési rendszert és új piacot alakítanak ki. 23 millió forintból megújul és korszerűsödik az erdei tornapálya. Nyíregyháza egyik kedvelt pihenőhelyén az időjárási körülmények és a nagyfokú látogatottság miatt is időszerű a felújítás. A tervek szerint augusztus végére befejeződnek a munkálatok. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták augusztus 9-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Nem változik számottevően időjárásunk. A nyugat-európai ciklonrendszer előtt ismét egyre melegebb, száraz levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Országszerte kánikulára, hőségre számíthatunk. Reggelig túlnyomóan derült idő várható, csapadék nem lesz. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben nagyrészt derült, napos, száraz időre lehet számítani. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutára 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti jellegű hatás van térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Hazánk nagy részén pénteken is folytatódik a kánikula, de szombaton már eléri térségünket egy lassan mozgó, hullámzó frontzóna, amelynek hatására főleg a délutáni óráktól egyre több felé kialakulnak záporok, zivatarok, helyenként heves zivatar is lehet. A frontrendszer még vasárnap is változékony időt okoz, több helyen számítani kell csapadékra. Mindenütt megszűnik a hőség. A jövő hét első napjaiban egy anticiklon peremén szárazabb levegő érkezik, általában kevés gomoly felhő zavarja a napsütést, eső sem valószínű. Ismét melegszik a levegő.